Fennállásának eddig legnagyobb beruházását hajtotta végre az elmúlt hetekben a győri Coupé Zrt. 2,5 milliárd forintos beruházással egy új üzemcsarnokot építettek, 2500 négyzetméteres. A NEMAK-kal van szoros kapcsolatban a Coupé Zrt. És a rövid vagy inkább hosszú távú célok között szerepel, hogy az Audi Hungáriának is első körös beszállítója legyen a társaság. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, benne pedig konkrétan a Coupé-ról, annak történetéről, fejlődéséről, meg a jövőbeni lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Vendégünk a stúdióban Bogisics Ferenc vezérigazgató úr, aki a Coupé Zrt. Vezérigazgatója. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát öröm látni ilyen nagy cég vezetőjét itt nálunk a Győr Plusznál. Kezdjük talán azzal, hogy mióta is beszélünk Coupé-ről, és hogyan jutott el a társaság addig, hogy valóban 2,5 milliárd forintból egy nagyon-nagyon fontos beruházást hajtson végre, nem csak a cég életében, hanem akár Győr gazdaság életének is fontos szereplőjévé vált. Társaságunk a Qualitative Production Gépőrű részvénytársaság, röviden Coupé Zrt. 93-ban kezdte meg tevékenységét. Klasszikusan célgépgyártással, készülékgyártással foglalkozunk. Ez a terület jelenleg is szerepe a cégünknek. A másik, amiről ma fogunk beszélni, az pedig a szériagyártás, nevezetten hengerfej megmunkálás a 3 héttel ezelőtt átadott csarnokunkban. A cég életében valóban ez egy mérföldkő. A beruházás átadása ámbátor most történt meg, de ez egy hosszú folyamat. Ez egy több éves folyamatnak egy nagyon fontos pillanata. Ezen a területen, ahol 2500 négyzetméteren dolgozunk, és körülbelül 150-170 főt foglalkoztatunk, japán megmunkáló központokon hengerfeket munkálunk meg, előmunkálunk a NEMAK cégcsoport több gyárának, elsősorban Győrbe, Wernigerode-ba a német partnerhez, illetve a többi európai céggel is tárgyalásokat folytatunk. Amikor belefog egy ilyen fejlesztésbe valamikor évekkel ezelőtt, amikor a fejekben megfogalmazódott, akkor azért fogott bele a Coupé, mert ez volt a piaci igény, ez volt a saját igény, vagy a cég elképzelése és a piaci igények tulajdonképpen egyé váltak és egybe folytak, és ez tulajdonképpen kellett, hogy kikövetkezzen ebből egy új fejlesztés és egy új csarnok? Hát mindenképpen egy olyan lehetőség adódott abban az évben a Coupé életében, hogy felkérést kaptunk, hogy próbáljuk meg ezeket a hengerfeket megmunkálni. Akkor két géppel kezdtünk, közben jött a válság, 2008. szeptember 12-én avattuk az ezt megelőző csarnokunkat, 15-én bedőlt a Lehman Brothers, tudjuk, hogy az a válságnak kezdete volt, mint autóipari szereplő szinte az első héten éreztük a negatív jeleket. Sajnos nem tudtuk áldozatok nélkül átvészelni az időszakot, de a legkisebb áldozattal próbáltuk. Itt nagyon fontos, hogy megemlítsem, hogy ebben óriási partner volt a NEMAK, akik szinte erőn felül biztosították azt a rendelésállományt, ami a túléléshez kellett. Fontos, hogy megemlítsem az azóta is számlavezető bankot, a Budapest Bankot, akik pénzügyi segítséget nyújtottak. És persze nem utolsó sorban meg kell, hogy említsem a kollégáimat, akik kitartottak mellettem. Nagyon kemény időszak volt, de büszkén mondom, hogy abban az időszakban sem bocsátottunk el egy munkatársat sem. Ha már a kollégákat hozta szóba, ugye egy ilyen milliárdos fejlesztés mindig új munkahelyek teremtésével is jár. Manapság, illetve jelenleg hol tart az a bizonyos Coupé család? Mennyien vannak most, és ezzel a csarnok avatással mennyi új munkahelyet tudtak teremteni? A munkavállalóink számok közel 250 fő. Ez a beruházás, amelyik természetesen folyamatosan bővül, reményem szerint még tovább, ez, ahogy az előbb említettem, 150-170 főnek jelent munkahelyet, a cég másik tevékenységében pedig a fennmaradó létszám az, aki foglalkoztatva van. Azzal, hogy kész az új csarnok és benne ott vannak az új gépek, mennyire lett még gyorsabb, még hatékonyabb a Coupé-nak a tevékenysége? Ki lehet ezt fejezni számokban, mondjuk darabszámban, vagy minőségben? Mindenképpen, tehát a minőség elengedhetett a cégünk életében, hiszen a név is kötelez, kvalitatív, mint minőség. Igen, nagyon fontos. A
Cégünk megszerezte idén az ISO TS minőségbiztosítási rendszer, illetve a rendszerauditon szerencsésen vagy sikeresen megfeleltünk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valós autóipari beszállítóvá váljunk. Hiszen az, amit most mi teszünk, ez egy második körös beszállítás. Hiszen a partnerünk a NEMAK, és ő áll kapcsolatban az autógyárakkal, motorgyárakkal. Azért egy ilyen fejlesztésre szerintem Európa vagy világszerte felkapják a fejüket a szférában tevékenykedők. Jelent ez akár új piacokat is, hogy egy ilyen fejlesztést végre tudtak hajtani? Tehát a NEMAK-ról sokat beszéltünk, de gondolom számtalan más partner is van az egész világról. Érdemesek közülük bárkit megemlíteni, aki fontos, és mondjuk mindig kitart önök mellett. Természetesen ez újabb piacokat jelent a kúpénak, mind a két tevékenység körében, az alaptevékenység, ami a gépgyártás, illetve a szériagyártás is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan referencia, amire lehet építeni. Nem véletlenül fejlesztünk folyamatosan, nem véletlenül vállaljuk azokat a megmérettetéseket, akár az ISO TS minőségbiztosítási rendszer, akár az egyéb szervezeti változások, amik nélkül nem tudunk a világpiacon világpiaci szereplőkké válni. Túléltek egy világgazdasági válságot, erről beszélt vezérigazgató úr, folyamatosan fejlesztenek, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondjuk, hogy Győr iparának is egyre fontosabb, meghatározó szerepévé, vagy szereplőjévé válik a kúpé. A jövő mit hozhat a társaság számára? Beszéltünk itt arról, hogy akár újabb fejlesztések lehetnek, beszéltünk itt arról, hogy az Audi Hungáriánál első körös beszállítóvá válna a kúpé. Ezt meg egy picit tisztázzuk is, hogy mit jelent pontosan. Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kúpé ZRT meghatározó gazdasági szereplője legyen a városnak. Hiszen ha megfelelő a szerepvállalásunk az üzletben, akkor jelentős szerepvállalást tudunk tenni a társadalmi szerepvállalások frontján is. Ebben is azt gondolom, sok esetben éle jár a kúpé. De hogy a jövőbeli tervek még, a kúpé ZRT valóban szeretne elsőkörös beszállítóvá válni. Ehhez az Audi Hungária Motor Kft. Munkatársaitól megkapjuk a segítséget. A célunk az, hogy olyan termékek kerüljenek ki a kúpétól, amik már beépülő alkatrészek. Tehát polcról le és motorba be. Ez egy elképzelhetetlenül nagy kihívás. Ahogy az idő múlik és egyre közelebb kerülünk a célhoz, annál jobban látjuk és vesszük észre, hogy ez mekkora felelősség, mekkora feladat. De úgy gondolom, hogy az a csapat, aminek az élén lehetek, képes arra, hogy ennek a feladatnak megfeleljünk, képes arra, hogy ezt az akadályt sikeresen vegyük, és én remélem, hogy a következő fejlesztésünk, amihez elengedhetetlen újabb csarnok és újabb technológiák néhány év múlva ugyanígy megvalósulnak az ipari parkban. Itt a kívülállók akár nekem is úgy tűnik, illetve azt látjuk, és ön is erről beszél, hogy dinamikusan fejlődik a cég. Ez nagyon szép, de mi nem látunk abba bele, hogy mekkora óriási verseny van az autópiacban, az autóiparban. De hát gondolom, hogy ez így van, és gondolom önöknek is rengeteg versenytársuk van. Mi az, amiben a kúpé jobb tudott lenni, jobb tud lenni, és jobb lesz majd a jövőben? Mi az, amiben önök mások és jobbak, és inkább őket keresik, vagy önöket keresik, és nem a többieket? Én úgy gondolom, hogy mindenkit keresnek. Tehát ma az autóipar, járműipar egy olyan lehetőségnek a frontja, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. De hogy miért pont mi? Én azt gondolom, hogy néhány, bár közhelynek tűnő alapfogalmat, ha mondok, akkor aztán a választ is megadom. Először is van egy jó csapat. Van egy folyamatos műszaki fejlesztés. Van egy szakmai alázat, és azt gondolom, hogyha ez a három együtt megvan, akkor a sikernek jönni kell.
Sok mindenről beszéltünk, már még egyről nem. Ha Audiról beszélünk, meg ha nem Akról beszélünk, akkor is mindig szóba kerül, hogy Győr nagyon jó helyszín a befektetéseknek, az iparfejlesztésnek. Itt van egy csodálatos ipari park, amely folyamatosan fejlődik és bővül. Éppen a mai napon egy amerikai ügyvivővel sikerült erről beszélni, hogy miért ne jöhetnének akár amerikai cégek a győri ipari parkba. Az mekkora előnyt jelent a kupénak, hogy egy győri cégről beszélünk, hogy Győrben tudnak saját pályán, hazai pályán fejleszteni. Számít-e ez a piacon meg a sikerességben? Azt gondolom, hogy igen, és valóban miért ne egy amerikai befektető legyen a következő az ipari parkban. Legyen, én ezt szeretném, hiszen ő újabb kapcsolatokat, újabb lehetőséget hoz a városba, és azok a szereplők, akik győri szereplői ennek az üzletnek, ebből csak profitálni tudnak. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen előnyt jelent az, hogyha egy hazai vállalkozásról beszélünk. Ha abból indulok ki, hogy a kupé jelen beruházása milyen forrásszerkezetből valósult meg, akkor azt mondom, hogy a jövő még biztatóbb és még nagyobb lehetőségeket rejt. Hiszen ez a forrásszerkezet részben a saját tőkéből, részben klasszikus banki hitelből, növekedési hitelprogramból, és végül, de nem utolsó sorban, nagyon jelentős EU-s támogatással valósult meg. Ha olvassuk az újságot és hallgatjuk a híreket, tudjuk, hogy az elkövetkező 7 év milyen lehetőséget rejt azoknak a cégeknek, akik már bizonyítottak. Tehát én úgy gondolom, hogy forrás oldalról a fejlesztésekkel nem lesz gond. Sokkal nagyobb kérdés az, hogy hosszú távon tudunk és akarunk gondolkozni, mint hogy a kupé is teszi. Ha igen, akkor azt hiszem, hogy a jövőt pozitívan kell, hogy szemléljük. Ami nehézség és folyamatos kihívás az, hogy a megfelelő munkaerőellátottság, szakemberkérdés hatalmas kockázatot rejt magában. Azt hiszem, hogy cégvezetőként ez az egyik legfontosabb feladatom, hogy ezt a kérdéskört elemezzem, és a lehető legoptimálisabb megoldást keressem rá. Még egy gyors kérdésre van időnk, és ez is a jövővel kapcsolatos, ha már az uniós ciklust emlegettük. Ha 2020-ra gondol, akkor a vezérigazgató milyen kupét álmodott meg 2020-ra? Milyennek szeretné látni a saját társaságát, akár munkaerő mennyiségben, akár hatékonyságban, akár további fejlesztésekben? 2020 az igen. Én azt gondolom, hogy egy, de lehet, hogy két fejlesztési cikluson leszünk túl. Természetesen ennek az a kulcsa, hogy az elképzelésünk, hogy elsőkörös beszállítóvá váljunk, az sikerüljön. Azok a versenytársak, akikkel mi Európában kell, hogy versenyezzünk, hasonló pályát írtak le. És ha megnézem az európai versenytársainknak a cég történetét, és egy 8-10 éves ciklust nézek, akkor úgy gondolom, hogy a fejlődés az mindenképpen exponenciális. Számokat nem tudok és nem is akarok mondani, hiszen sajnos nem látok a jövőbe. Nem tudhatjuk, hogy a világgazdasági változások milyen hatással lesznek a magyar gazdaságra. De úgy gondolom, hogy mindannyian tanultunk a 2008-as válságból. Személy szerint én is, és úgy gondolom, hogy a nagy politika, világpolitika formálói is. Abban bízom, hogy hasonló válsággal nem kell számolni. De a napi kihívások azok ugyanúgy ott lesznek, ha lehet még élesebb lesz a verseny. Ennek természetesen állunk elébe. Én bízom abban, hogy a kupé legalább olyan iramban és ütemben fejlődik, mint az európai gazdaság, legalább olyan iramban fejlődik, mint Győr, legalább olyan iramban fejlődik, mint amit a munkatársaim remélnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feladat adott, a csapat adott, a műszaki lehetőségek adottak,
A szakmai alázat, amit meg már említettem, az meg azt gondolom, hogy csak rajtunk múlik. Na hát ez sok sikert és kitartást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ezért igazgató úr, és az egész QP csapatnak nagyon sikeres következő 6 évet kívánok, mert nagyjából annyi van 2020-ig. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét találkozunk legközelebb pénteken, ugyanitt ugyanebben az időben egy egészen más témával számítok majd a figyelmükre. Akkor is várom önöket a képernyők elé. A viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.